Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 4-éig. Itt ezen a képen, itt is, és ezen a kártyán is az érmék láthatóak. Ez utal az anyagiakra, és utal a munkára, a hivatásra is. Ő tekint ebbe az irányba, tehát itt erről a férfiről van szó. Itt van egy kis húzavona a munkát illetően, vagy elgondolkozik azon, tegyem vagy ne tegyem, hogy maradjon-e a munkahelyen, vagy legyen-e egy munkahelyi változás. Itt ezen a képen látható, hogy mások befolyásolják őt, de jelentheti azt is, hogy ő le akar zárni valamit, lesz egy új kezdet. Van nála egy ajánlat, és itt ezen a képen látható már ez a szerződés. Itt a munka mellett megjelenik ez a varázsló, ez lehet, hogy szerencsét hoz számára, javul az anyagi helyzet, javulnak a munkahelyi kapcsolatok, de ez a varázsló utalhat egy spirituális területre is, hogy ez őt értekli, ez lehet egy másodállás is. Nem csak az anyagiakat és a munkát illetően szeretne ő változásokat, hanem ebbe az irányba tekint, és itt a víz eleméről van szó, és a 10-es számról, tehát az érzelmekről, egy új kezdetről, és ő beszél erről, hiszen ez a kard jelenti a döntéseit, jelenti a kommunikációt, tehát közeledik hozzád, érzelmekről fog beszélni. És ez a hölgy téged érint, a hölgyekről van szó, és ez azt jelenti, hogy tartsd meg a belső nyugalmadat. Nem kell itt tenni semmit, várj, amíg ő közeledik hozzád. Itt vannak ugyan még korlátozások, ez is erre utalhat, hogy mások diktálnak neki valamit, beleavatkoznak a dolgába, de megvan nála itt az élet erő, hogy bebizonyítsa magát, és akkor is, ha itt mások beleavatkoznak a dolgokba, és korlátozzák őt, itt is érezhető ez a korlátozás, mégis a saját érzelmeire fog hallgatni, és itt látható, hogy ebbe az irányba tekint, itt is érzelmekről van szó, és a 2-es szám jelent téged és őt, tehát itt lesz egy kapcsolat kettőtök között. Sőt, itt láthatóak ilyen romantikus emlékek is, és ez jót tesz számára. Ami még előfordulhat, arra utal itt ez a kártya, és itt ez a kártya, hogy tényleg van valaki a háttérben, aki megpróbálja őt egy bizonyos irányba befolyásolni. És ez a személy úgy gondolja, hogy ez az új irány lelkesíteni fogja őt, de nem így van, hiszen ő ezzel a karddal elvágja ezt a kapcsolatot, elvágja ezt a lehetőséget, ezt az új irányt, és úgy fog dönteni, ahogy az ő belső hangja, az intuíciója ezt sugallja számára. Gondol rád, te megjelensz itt a gondolataiban, és közeledni fog hozzád, előtte van itt a 2-es szám és az érzelmek, tehát az érzelmeire fog hatni, és itt kialakul köztetek egy párkapcsolat, vagy ha már van ez a párkapcsolat, itt ez a kártya jelenti a stabil párkapcsolatot, a stabil anyagi helyzetet, hiszen itt kell a biztonság érzete. Viszont az is fontos, hogy ő lezárjon egy bizonyos irányt, vagy bizonyos kapcsolatokat, és az a fontos, hogy mit gondol ő,
mit gondolsz, te hogy érzitek magatokat, és így van meg ez a varázslatos kisugárzás. Itt a kettes szám utal a párkapcsolatotokra, itt megvan a biztonság érzete és az életerő. Tehát összefoglalom, amit a kártyák mutatnak. Nálam a munkahelyen van egy húzavona, vannak korlátozások, valaki befolyásolja őt, vagy parancsolgat neki. De vannak jó ajánlatok is, tehát megvan számára a lehetőség, hogy legyen egy munkahelyi változás. Itt is beavatkozik valaki a dolgaiba, megpróbálja őt lelkesíteni, egy új irányt mutat, de ő más irányba tekint, tehát az a fontos, amit ő akar, mert ő hoz itt döntéseket. A munkát illetően, és a párkapcsolatot illetően is. Köztetek megvan ez a varázslatos kisugárzás, ez a varázslatos vonzalom. Itt előtte megjelennek az érzelmek, a döntések, ez a párkapcsolat, hiszen a kép kettőtökre utal rád és őre, és pontosan így fog dönteni, mert ez a kard szimbolizálja a döntéseket, és a kommunikációt is, tehát beszél a jövőről, a tervekről, beszél érzelmekről. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!